16 éves korom körül álmodtam a mennyei Jeruzsálemről. Attól kezdve újra és újra próbálom kifejezni a örök létezés, örök életnek a fényeit. Pál apostol, aki a ékes szólás embere volt, amikor elragadtatott a harmadik égig, látott kibeszélhetetlen dolgokat. Hát el nem tudta mondani, hogy lehet ilyet festeni, amikor nagy a fény, nagyon sötét az árnyék is. És ezekkel az árnyékokkal kell megküzdeni. Az élő cselekvő Jézus Krisztus megszólított, és átadtam az életemet, akkor tudtam már, hogy az örök életet a keresztet megvart, a bűneimet megbocsátó, de a feltámadt élő Jézus Krisztusnak keresztül vezet az út. A Békés Csabai Evangélikus Nagytemplom a történelmi Magyarország és Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma. 17 esztendeig épült, 1824. június 29-én volt a felszentelése, és természetesen a felszentelésre elkészült Leonhard Landau oltárképe, és több mint 170 esztendeig nagyon sok erőt, vigasztalás jelentve mindazoknak, akik reá tekintettek életük különböző eseményeinél. 2000. augusztus 4-én a 7 méter magasan levő ablakhoz a villámhárítón keresztül bemásztak ismeretlen tettesek, és egy kőműves kanállal nekiestek a nagy templom oltárképének, kivágták és ellopták. Értesítettük azonnal a rendőrséget, a rendőrség megindította a nyomozást, az Interpolnak is adtak ki körözést, de sajnos néhány hónap múlva eredmény nélkül lezárták a nyomozást. Azóta sincs meg sem a tettes vagy a tettesek, és hát természetesen sajnos maga az ellopott oltárkép sem került elő. Egy-két évvel ezelőtt a gyülekezet vezetősége, presbitériuma úgy döntött, hogy egy új oltárképet festett, méghozzá meghívásos pályázat útján. 8 kiválasztott festőművészt kértünk meg, 5 jelentkeztek a pályázatra. Az Oltárkép Bizottság, a presbitérium és a képviselőtestület döntött úgy, hogy Szeverényi Mihályt kéri meg arra, hogy a benyújtott tervek alapján fesse meg a nagy templom új oltárképét. 12 voltunk testvérek, édesapám mindannyiunknak egy szakmát adott a kezébe, így lettünk fodrászok, fényképészek, órások, villanyszerelők. Ezután pedig én levelezőn képeztem magam a tanárképző főiskola földrajz rajszakai. És ezután következtek nagyon fontos és jelentős kiállítások, külföldön is, Berlinben, Aradon is voltak kiállításaim, Pesten is, tehát nagyon sok helyre így eljutottam. 17-18 éves korom óta festek keresztény tárgyú képeket. 4-5 évvel ezelőtt Berlinből jött egy felkérés, hogy egy nagyméretű festménysorozatot csináljak, és ebből a 4 festményből az egyik a berlini Missio Center központjában lett oltárkép. Ez egy rendkívül alkalom lesz, hogy nyilvánosan kezdem el festeni ezt az oltárképet. Azért tartottam ezt fontosnak, hogy úgy kezdődjön el az oltárkép festés, hogy azok a barátok, akik támogatnak engem ebben a munkában, azok itt legyenek, és áldják meg a munkát. Áldják meg ezt a műtermet. Mondjanak igét, mondjanak áldást, mondjanak biztató szavakat és verseket, mert szükség van erre. Ajándékozd meg Szeverényi Mihály festőművész testvérünket a hit bátorságával, a szeretet szerénységével, amikor most megkezdi munkáját a nagy templomi oltárkép festését, hogy amit elhatározott és amit vállalt, az egyházunkat, Békés Csabai gyülekezetünket építse, embertársaink javát szolgálja, és a te dicsőségedet növelje Jézus Krisztus által. Amen. Nagyon jó munkát kívánunk, és sok örömet ebben a műteremben mindenkinek, aki műértő és művelvező, és természetesen elsősorban a Misinek. Köszönöm szépen! És ha már így átadtad a műteremet, akkor funkcionáljon is egy kicsit a műterem,
Én jelképesen el szeretném kezdeni az oltárképet, remegő kézzel. Fél éven keresztül ezt fogom csinálni. Köszönöm szépen, hogy... Ez egy ünnepélyes pillanat, de igazából a hétköznapok alkotási folyamatába nem nagyon lehet betekinteni. Az azért mégiscsak egy belső szoba. Úgy tervezem, hogy bő két hónapon keresztül rajz tanulmányokat végzek majd. Nagyon fontos, hogy rajzban fogalmazzam meg nagyon pontosan a korpuszt, a testet, mert attól lesz pontosan festve, nem elnagyolva, nem átírva. A hátralévő 4-5 hónapot szeretném felhasználni arra, hogy a végleges mű elkészüljön. Nagy méretben elkészülnek szín tanulmányok is, ugye a fél időben. Különböző típusú alkotók vannak. Van, aki nagyon gyötrődő típus, és van, aki könnyebben alkot. Isten megáldott engem azzal a ajándékkal, hogy örömmel gyorsan festek. És mivel gyermekkoromtól újra és újra Jézushoz menekültem, és sok-sok személyes élményem van a feltámadt Jézus Krisztussal, így nem okozott olyan fajta gyötrődést, hogy hogyan fejezem ki ezt, hanem egy nagyon nagy vágy él bennem, hogy abból fejezzek ki valamit, ami azt jelenti, hogy van örök életem. Ezt a színvázlatot, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy 20-30 méterről is megnézem, nem csak délelőtti megvilágításban, hanem délutáni és esti megvilágításban is. Itt most a tapasztalataim azok, hogy a műteremben a színek sokkal intenzívebbnek látszódnak. Itt ebben a környezetben, ebben a millióban az erős színek letompulnak, tehát mindenféleképpen ezeket a meleg színeket, ezeket a meleg fényeket, árasztó színeket megtartom. Ez az egyik nagyon fontos tapasztalata ennek a templomi szemlének. Itt természetesen készültek, ahogy itt ki is raktam, nagyon sok tanulmány, és ezeken a tanulmányokon próbálok egy visszafogottabb színharmóniát, és majd leszűrve a tanulságokat, valószínű, hogy a pályamunkának a színei színharmóniája az lesz az, ami itt meg fog valósulni. Oltárként olyan egy gyülekezet számára, mint egy csodálatos ablak.
és a Békés Csabai nagy templomban közel 6 éven keresztül ez az ablak be volt deszkázva. Ez az ablak vakablak volt, ellopták a megfeszített Jézust ábrázoló oltárképet. És ezen a mai ünnepnapon többet kapunk vissza, mint amit elveszítettünk. Hiszen ez a kép nem csak a múltra nyit ablakot. Ablak nyílik a föltámadás fényére, a mennyei Jeruzsálem világosságára, ha úgy tetszik, az örök élet világára. Az Úrnak szentelt legyen ez az új oltárkép, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen minden lelkész, aki az oltár előtt az Urat szolgálja, és áldott legyen a gyülekezet, amely az oltárkép felé tekintve az Úr orcáján és kegyelmét keresi nemzedékről nemzedékre. Amen. 53 éve itt élek Békés Csabán, a Békés Csabai Evangélikus Gyülekezetben. Érzem a gyökereket, és nagyon jó tudni azt, hogy ezeket az értékeket át tudjuk adni a gyermekeinknek is.